Bonaparte Napóleon a történelmünk egyik legizgalmasabb alakja, aki megvalósította a klasszikus semmiből jöttem, uralkodó lettem történetet. Kiváló stratégaként már fiatal korában katonai tiszt vált belőle, és hadjáratokat vezetett például Egyiptomban is, uralomra törése után pedig szinte bekebelezte egész Európát. Csak az a fránya orosz tél ne jött volna. Nála viszont a nagy sikerekkel nagymértékű beképzeltség is járt, aminek egyik legjobb példája, hogy császárra koronázása alkalmával kikapta a pápa kezéből a koronát, és saját magát koronázta meg inkább. Sziasztok! Márk vagyok a 10-es listától, és ma elhoztam nektek 10 érdekességet Bonaparte Napóleonról, amit eddig talán nem tudtatok. Bár egészen közismert információ, mégis sokakat elkerül az, hogy Napóleon igazából olasz származású volt, nem pedig francia. Napóleon di Bonaparte 1769. augusztus 15-én született Korzika szigetén. Ez mindössze 15 hónappal azután történt, hogy Franciaország megvásárolta ezt a területet az olasz városállamtól, Genovától. A lakosság nagy része, Napóleon szüleit is beleértve, mindig is ellenállt mind a genovai, mind a francia uralomnak. Azonban a franciák ezt nagyon nem nézték jó szemmel, és gyorsan leverték a helyi, harcolni vágyó ellenállókat, Napóleon apja Carlo pedig végül a franciák oldalára állt. Napóleon 9 éves korában kezdett iskolába járni, ahol folyékonyan megtanult franciául beszélni, de sose veszítette el a korzikai akcentusát, amiért sok támadás érte őt. Egész fiatal korában egy független Korzikáról álmodozott, majd a francia forradalom ideje alatt 1793-ban egy harc következtében a családjának el kellett menekülnie a szigetről. Később még a nevét is sokkal inkább francia hangzásúvá tette azzal, hogy elhagyott belőle pár betűt, így alkalmazkodott az akkori viszonyokhoz. Ahogy azt az előbb említettem, szülei francia iskolába járatták Napóleont, ahol jól megtanulta a nyelvet. Idősebb korában viszont már egy nagyon tekintélyes katonai iskolába járt Párizsban. Ezt az iskolát sajnos nem tudta befejezni, mivel amikor még csak első éves volt, édesapja meghalt, így Napóleonnak korábban ott kellett hagynia az iskolát azért, hogy támogatni tudja a családját pénzügyileg. A korai befejezés nagyon meglátszott az eredményein, és végül emiatt az utolsók között végzett az osztályában. Ennek ellenére ő lett az első korzikai, aki elvégezte a katonai iskolát, majd 16 éves korában Napóleon csatlakozott a francia hadsereghez, és viszonylag hamar tiszt is vált belőle. Napóleon először 1795-ben, bőven 30 éves kora előtt találkozott leendő feleségével, Josephine-nel. Josephine Martinique-ben született, egy ültetvényeken dolgozó földműves családba. Mindössze 16 éves volt, amikor feleségül ment Alexandre de Beharnishoz, ezzel beházasodva egy francia arisztokrata családba, bár férje igazából semmit nem akart tőle. Amikor a forradalom végig söpört Párizs városán, más magasrangú férfiakat csábított el annak érdekében, hogy elkerülje a börtönt. Férjét végül guillotine általi halálra ítélték, de Josephine-nek szerencséje volt. Egy nappal meghallgatása előtt a kormányt leváltották, így az ő kivégzését eltörölték. Ezek után, hogy éppen, de végül azért sikerült életben maradnia, Josephine egy igen népszerű társasági lényé változott, és így találkozott következő férjével, Bonaparte Napóleonnal egy partin. A pár mindössze 6 hónappal később össze is házasodott. Bizonyos állítások szerint a házassági bizonyítványukon mindketten csaltak egy kicsit. Az akkor 26 éves Napóleon hozzáadott egy pár évet a saját életkorához, Josephine pedig letagadott egy párat a 32 évéből, és így lettek legalább papíron egykorúak. Napóleonról igazán sok mindent el lehet mondani, mivel élete során sokféle szerepet betöltött. Viszont egy valamit lehet, hogy kevesen tudnak róla, mivel amellett, hogy tábornok, forradalmár és diktátor is volt, életének egy pontján még íróként is tevékenykedett. Méghozzá nem is akármilyen, hanem romantikus regényíróként. Első is egyetlen művét 1795-ben fejezte be, pont azelőtt, hogy találkozott volna jövendőbeli feleségével, Josephine-nel. Clisson és Eugénie névre keresztelt regény egy kitalált történet, ami egy fiatal katona Clisson kapcsolatát meséli el Bernardir Eugénie Désiré Clairyvel, akinek a nővére Clisson bátyjának felesége. A regény legelőször Napóleon halála után lett kiadva. Az eredeti kéziratot pedig az ezt követő évszázadokban részekre bontva adták el szuvenírekként aukciók során. Ezeket a részeket egymás után publikálták is, de a teljes mű angol fordításban csak 2009-ben jelent meg.
Egyébként, ha valakit érdekelne a mű, a háború, majd halál által elválasztott szerelmesek története, az Amazonon ma már elérhető Napóleon egyetlen regénye. A történelemből Napóleonra leginkább politikai és katonai befolyása miatt emlékezünk, de a fiatalabb korában elért teljesítményeit is érdemes megemlíteni. 1797-ben például a forradalmat követő időszakban megválasztották a Nemzeti Intézet az egyik legkiválóbb tudományos kör tagjává. Amikor Napóleon csapataival Egyiptomba utazott, hogy elvágja az angolok kereskedelmi útvonalait, nem csak katonákat, de tudósokat is vitt magával. Az összesen 150 emberből álló csapat többek között mérnökökből és természettudósokból is állt, akik azt a feladatot látták el, hogy megfigyelték Egyiptom történelmét, kultúráját és környezetét, majd írtak róla. A legnagyobb felfedezés Pierre-François százados nevéhez köthető, aki a Rosette városához tartozó ősi fal lerombolásakor észrevett egy vésésekkel teli követ. Egyből felismerte a kő potenciális jelentőségét, így az gyorsan Kairóba szállítatta. A kőről végül be is bizonyosodott, hogy ősi egyiptomi hieroglifákat rejt magában, és ennek köszönhetően fejtették meg a hieroglif írást. Gondoltátok volna, hogy Napóleon még Beethoven zenéjét is inspirálta? A híres zeneszerző már egészen fiatal kora óta csodálta a tábornokot, még azokban az éveiben is, amikor első konzullá nevezte ki magát és megdöntötte az akkori kormány hatalmát. Beethoven maga is elismerte, hogy Napóleon kizsákmányolásai és látszólag demokratikus eszményei megihlették őt, amikor a harmadik szimfóniáját írta. Viszont az 1800-as évek elejére kiábrándult a vezéregyéniségéből, miután az francia császárrá koronáztatta magát és minden tiszteletét elveszítette vele szemben. Bizonyos források szerint, amikor Beethoven meghallotta a hírt, nagyon dühös volt, és még kiabált is. Ezzel Napóleon is csak egy átlagos emberré vált a szemében, akit csak a saját maga ambíciói érdekelnek. Ennek ellenére Beethoven még önmagával is konfliktusban állt az új császár személyét illetően. A zeneszerző elismert, hogy a szimfónia címe mégiscsak Bonaparte maradt, majd amikor 1806-ban a mű megjelent, ez megváltozott hősies szimfóniára, egy nagy ember emlékének tiszteletére. Azt követően, hogy Napóleon totális hatalomra jutott, megkezdte az európai terjeszkedését. Nagyon sikeresnek bizonyult, egymásra halmozta a győzelmeket többek között például Ausztria vagy Poroszország ellen. Viszont egy ponton még a nagy Napóleon szerencséje is véget kellett, hogy érjen, és ez pontosan 1812-ben történt meg, amikor csapataival Oroszországot akarták megszállni. Ehhez összegyűjtötte a lehető legnagyobb sereget, amit Európa valaha látott. Napóleon nagyjából 500-600 ezer katonával támadt, ami azt eredményezte, hogy az oroszok inkább visszavonultak a nagy túlerővel szemben. A legelső igazi csatára csak 2 hónappal a megszállás kezdete után került sor. Sajnos a francia császár nem vette figyelembe azt a tényt, hogy a katonáinak száma lényegesen lecsökkent a kemény orosz télnek és különböző járványoknak köszönhetően, de végül visszavonulót fújt. A katonák különböző útvonalakon próbáltak menekülni a szélsőséges időjárás és a harc elől, de csak pár ezer embernek sikerült kikeveredni az országból. A vereségnek egy olyan mellékhatása is lett, hogy Napóleon többi ellenfele is azonnal felbátorodott a helyzeten, és támadást indítottak a francia birodalom ellen. A francia forradalom első éveiben 1793 és 94 között a jakubinusok politikai csoportja lényegében egy erőszakos terroruralmat erőltetett azokra, akiket ellenfeleiknek éreztek. Bizonyos források szerint ennek a csoportnak Napóleon is részese volt, és fontos szerepet játszott például Toulon városának elvételében a britektől. Jó kapcsolatot ápolt a Robespierre testvérekkel is, akik lényegében ennek a csoportnak a vezetői voltak, és ez egy kis előrejutást is jelentett neki karrierje tekintetében. Viszont ez gyorsan véget is ért, miután 1794-ben a jakobinusok hatalma megdőlni látszott, a Robespierre fivéreket pedig lefejezték. Napóleont is letartóztatták árulás gyanújával, miután Olaszországból tért vissza egy diplomáciai útról, de szerencsére 2 hét után el is engedték. Még a pozícióját is visszakapta a hadseregben, ezután pedig Franciaország egyik legjelentősebb alakjává vált, miután sikeresen meghódította Észak-Olaszország területeit, majd segített megállítani egy Párizs elleni támadást is. A francia császár privát titkárának feljegyzéseiből kiderült, hogy Napóleon igazából nem szeretett kártyázni, de ha esetleg játszott, a kedvenc kártyajátéka a blackjack volt. Nem volt odáig a játékokért, de mivel egy kör blackjack sokkal gyorsabban lement, mint bármi más kártyajáték, így ezt azért szerette. És persze azért is, mert ez lehetőséget adott neki arra, hogy csaljon.
Ha éppen egy rossz kártyát kapott, nem szólalt meg, csak lerakta maga mellé, és megvárta, amíg az osztó magának is húz egyet. Ha pedig jó lapot kapott, akkor a császár félrehúzta a kezét anélkül, hogy feladná a tétet. Ha pedig pont az osztó kártyája miatt nem ment volna 21 fölé, félredobta a kártyáit anélkül, hogy megmutatta volna őket, és követelte a megnyert tétjét. Napóleon nagyon is élvezte ezeket a kis trükköket, legfőképpen akkor, amikor mások előtt észrevétlenek maradhattak. A történelem órákról ismerős lehet nektek az az információ, hogy Napóleon számüzetésben halt meg Szent Ilona szigetén 51 éves korában. Ami viszont lehet, hogy kimaradt, az a halálának oka. Kezdetben a kutatások azt mutatták ki, hogy az egykori uralkodó gyomorrákba halt bele. Viszont a teste jól konzerválódott állapotban maradt meg, ami pedig arzénmérgezésre utal. Emiatt sokan kételkedni kezdtek abban, hogy vajon mi is történhetett. Olasz tudósok további kutatásokat végeztek a témában, és Napóleon haját megvizsgálva arra jutottak, hogy egész életében nagy mértékben ki volt téve ennek az anyagnak, így élete végére ez okozta nála a halálos gyulladást 1821-ben. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legfrissebb tartalmakról.